Sziasztok, hagyományőrzők! A mai napon rozmaringos bárányszombot készítünk. A hozzávalói a következőek. 70-80 dekagram kicsontozott bárányszomb, 2 fej vöröshagyma, 5-6 gereszt fokhagyma, 2 evőkalálnyi zsír, 1 deciliter étolaj, 2 teáskanál só, 2 teáskanálnyi egészbors, 1 teáskanálnyi kakukkfű, 2 teáskanálnyi mustár és 2 ág rozmaring. Az elkészítéssel következő. A húst lehártyázzuk. A bárány jelleg ettől még meg fog maradni. Jó, ennyit rajta is hagyunk. És akkor egy hegyes késsel szúrásokat ejtünk a húson. Erre azért van szükség, hogy be tudjon szivárogni a pácunk majd a rostok közé is. Ejtek ezeken az inas részeken bevágásokat, hogy ne kapja össze a sütéskor a hő azonnal a hússzeletet. Ezen az oldalon ugyanígy megszurkáljuk, a húst egy mélyebb tálba tesszük, a borsot pedig megőröljük egy kézi malomban. Nincs jobb ízű bors, mint a frissen őrölt. Hozzáadjuk a kakukkfűvünket is. Ez egy házilag szedett és nyáron kiszállított kakukkfű volt. Ezzel még összemorzsoljuk a borsunkat. Beletesszük a sót. Jól elkeverjük. Látjuk, hogy mennyire homogén és szép elegyet kaptunk. Ezt most félretesszük, és a fokhagymánkkal járunk el úgy, hogy meglapítjuk egy széles pengélyű késsel, és felaprítjuk egész apróra, hogy minél jobban kijöjjön a leve. És most a fokhagyma felét a hús egyik oldalára ráhúzzuk, a mustár felét rádörgöljük, a sós bors felét ráhintjük, jól beledörgöljük, átfordítjuk a húst, ráhúzzuk a maradék fokhagymát, meghintjük a maradék fűszersóval, és a mustárt rákenjük, és ugyanígy bedörgöljük ezt a felét is, ebben az értékes páccal. Nyomkodjuk, masszírozzuk erőteljesen, a húst most már forgathatjuk is, ugye mind a két oldalán azonos mennyiségű van, hogy a rostokba, résekbe, amiket mi készítettünk, bele tudjuk dörgölni az ízeket, nyomkodni. És most a rozmaringunkból csípünk egy ágat. Meg még egyet. Lehúzzuk a leveleit. És finomra aprítjuk. A felét szintén a hús egyik oldalára hintjük, megkapja a részét a másik oldal is. Most jól belegyúrjuk. Nagyobb méretű nylon zacskót kinyitunk. Belehelyezzük a húst
leöntjük az olajjal, és a zacskóban az olajjal és a fűszerekkel átforgatjuk, úgy, hogy ez az olajos pác bevonja mindenhol, bezárjuk a száját, és egy fél napra, egy éjszakára a hűtőszekrénybe tesszük pácolódni. Másnap a két hagymát felaprítjuk, a zsír felével kikenjük az edényünket, amiben sütni fogjuk a húst. Öntünk alá egy csepp vizet, ráhúzzuk a vörös hagymát, ezt is eligazgatjuk az edényben, ráhelyezzük a fél napja pácolódó húsunkat, megkenjük a maradék zsírral, és lefedjük. Előmelegített sütőben, közepes lángon egy óráig sütjük. Egy óra telt el, megfordítjuk a húst, lehúzzuk róla a hagymát, hogy ne égjen rá a tetejére, eligazgatjuk, lefedjük, és fél órára visszatesszük. Összesen majdnem két órát sütöttük a húsunkat, párszor megfordítottam. Nézzük, a hagyma is szépen megsült, és a húsnak mind a két oldala. Közben tettem fel főni burgonyát, illetve krumplit, mert nagyon sokan neheztelnek, hogy hagyományőrzőként miért burgonyát mondok. Most kiviszem őket, és kivesszük egy fa vágódeszkára. Itt 20 percet pihentetjük. Ez alatt a hagymával följövünk a tűzre. Egy nagyobb lángot indítunk. Egy kis adag rozmaringot hintünk a pepsibe. Megkeverjük, megpirítjuk. A receptnek a nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik. Mint látjuk, a sülőhús visszamaradt szaftjába fogunk tudni elkészíteni egy nagyon-nagyon finom és különleges körömet hozzá. Piros paprikával, a hagymás zsírt félrehúzzuk a tűzről, elkeverjük, hogy oldódjanak ki az íz és illatanyagok, aromák a paprikából, visszahelyezzük a tűzre, és azonnal felöntjük a forró, sós vízben főtt burgonyánkkal, és kevergetve átpirítjuk. Látjuk, milyen gyönyörű színe lesz a krumplinak. Bevonja ez a paprikás, fűszeres a húsléből, illetve a húsból is kicsorgó húslé. Mindössze pár percet sütünk így rajta. Vigyázzunk, hogy le ne égjen közben, és megnyomkodjuk a fakanállal a burgonyát. Óvatosan, valamennyire szétnyomkodjuk, hogy egy hagymás tört burgonyát kapjunk. Így jobban felszívja a zsiradékot, jobban átjárják az ízek, és talán jobban is fog passzolni az ételünkhöz. Így törtem. Így. Újra átkeverjük. Látjuk, hogy azonnal felissza az összes szaftot, levert, és hát az illata az, ha beszélni tudna, akkor
szinte mindenki itt ülne az ajtónkba, és várná, hogy egy kis adagot legalább kóstolásra kapjon belőle. Szívem szerint így tálalnám, de hát persze ez nem lehet egy emberes adag. Még nekem is sok lenne. Minden esetre nagyon-nagyon jó az illata, nagyon gusztusosan néz ki, és hát a báránynak a húsa az semmi mással össze nem hasonlítható. Visszahelyezzük a deszkánkra. Húsnak a szál irányára merőleges szeleteket vágunk. Így sokkal könnyebb lesz elfogyasztani. Látjuk, milyen gyönyörűen megsült. Látszik, hogy mennyire puha és omlós maradt, szaftos maradt a hús. Pedig hát ugye az elején megbököttük, megszurkáltuk. De hát, mint jeleztem, mivel le volt takarva, így nem tudott kiszáradni. Puha, omlós, szaftos a hús, viszont így át tudta járni az összes fűszer íze. És teszünk hozzá a felszeletelt hús. Friss, ropogós héjú kenyérrel, és uborka salátával, vagy ecetes almapaprikával kínáljuk. Jó étvágyat mindenkinek, gyarapodjunk mindahányan, és várjátok a következő receptünket is.